Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátaim, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Szerbusztok, elnézést a csapzott külsőmért, de egyszerűen ránéztem az órára, és egyszerűen hirtelen azt láttam, hogy már 8 óra van. Úgyhogy elnézést kérek, hogy nem sikerült rendbe szednem az ábrázatomat. Jó estét kívánok, kedves Zoltán, szeretettel köszöntöm Pétert, Áront, jó estét kívánok Ágnesnek, Juditnak, Máriának, szeretettel köszöntöm Szilárdot, Barnát, jó estét kívánok Ibolyának, Zsoltnak, sok-sok ismerős név, néhány ismerős arc, és itt van a teljes Vince család, remélem. Jó estét kívánok Szilárdnak is. Szeretettel köszöntelek benneteket. Még egyszer ismétlem elnézést a csapzott ábrázatért. Elnéztem az időt, egyszerűen azt hittem, hogy egy órával kevesebb van, úgyhogy bocsánat, egyszerűen csak így hirtelen beestem. Úgyhogy ezért elnézést kérem, úgyhogy most már biztosan tudom, hogy 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, megtisztelő, hogy ma is ennyien itt vagytok. Köszönöm szépen, ma befejeztem, sikerült feldolgoznom az összes beérkezett levelet. Most már legalább 50-60 olvasatlan e-mailem volt, vagy pontosabban ilyen messenger üzenet, amit erre a Facebook oldalon kaptam, úgyhogy nagyon szépen köszönök. A kérdéseket el fogom kezdeni ma szépen ledolgozni, de holnapra is fog jutni kérdés. És mindenkinek köszönöm a támogatást, a kritikát, akár pozitív, akár negatív, szerencsére inkább pozitív, mint negatív. Jó estét kívánok Józsefnek, Tamásnak, szeretettel üdvözöllek benneteket. Egy pár kérdéssel fogok akkor kezdeni, és azután folytatjuk a Tánya című könyv, a Lubavitch Rebbe, az első Lubavitch Rebbe Tánya című könyvének, zsidó filozófia, haszid filozófia alapművének a 15. fejezetét. De még mielőtt erre rátérnénk, azelőtt akkor lássunk néhány kérdést. Kérdés, első számú kérdés. Kedves rabbi, mai reggelen olvastam egy közmondást, amely így szólt. Ráesik a kő a cserépre, jaj a cserépnek. Ráesik a cserép a kőre, jaj a cserépnek. Minden esetben jaj a cserépnek. Kis kutakodás után megtudtam, hogy ez egy zsidó közmondás, azonban a helyes értelmezésével kapcsolatban semmilyen információt nem találtam. Próbáltam a cserép, illetve a kő megfelelő meghatározását megtalálni, de úgy érzem, nem igazán sikerült. Így, mint laikus, nem zsidó vallású ember és régi követője, tisztelettel érdeklődnék, segíteni a közmondás értelmezésével. Tehát a közmondás, a régi zsidó közmondás az az, ráesik a kő a cserépre, jaj a cserépnek, ráesik a cserép a kőre, akkor is jaj a cserépnek, bárhogy is legyen, jaj a cserépnek. Ugye ez egy jidis alapú közmondás, a jidis nyelvből jött át magyar nyelvre, ami tulajdonképpen szimbolikusan, ugye a dolog az azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan embercsoportok, akik mindig rövidebbet húzzák. Ugye, akár a kő esik a cserépre, akár a cserép esik a kőre, mindig a cserép húzza a rövidebbet. Akárhogy is legyen, akár mi is a szituáció, vannak emberek, akik mindig a rövidebbet húzzák. Ez egy önironikus közmondás a zsidókra vonatkozólag, akik ugye az elmúlt századokban, a középkorban, főként itt Európában mindig a rövidebbet húztuk. Tehát bárhogy is legyen, mindig a zsidók húzták a rövidebbet. Amikor két ország harcolt egymással Európában, legyenek ezek az angolok és a franciák, vagy legyenek mondjuk a franciák és a németek, mindig a zsidók húzták a rövidebbet. Vagy tulajdonképpen minden konfliktusban, bárkinek van konfliktusa a másikkal, mindig a zsidók húzták a rövidebbet. Innen jön a mondás, akár a kő esik a cserépre, akár a cserép a kőre, mindig a cserép az, aki a rövidebbet húzza, mindig jaj a cserépnek. Szerintem egy nagyon beszédes közmondás, mondom főként történelmi kontextusában látni, és történelmi kontextusában igyekezni, megérteni azt, hogy bárhogy is legyék, jaj a cserépnek, akár a kő esik a cserépre, akár a cserép a kőre. Következő kérdés, mit jelent az, hogy nazarita, esetleg názáreti? Nem. Mózes 4. könyvében olvasunk, Mózes 4. könyve 6. fejezet, első verstől 21. versig a következőt olvassuk, nem fogom felolvasni végig, csak egy kis ízelítőt. Aztán így szólt az örökkévaló Mózeshez, szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik, ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, nazír fogadalmat, vagyis az örökkévalónak szenteli magát, tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék porecetet és részegítő italból való ecetet, ne igyék szőlőből készült italt, ne igyék se frisse szárított szőlőt. Nazírsága egész idején semmi olyat ne egyék, ami szőlőtőről való, még a magját vagy a héját se. Nazír fogadalmának egész ideje alatt ne érje borotva a fejét, míg le nem telnek azok a napok, amelyekre az örökkévalónak szentelte magát, szent legyen, növessze meg a fejének hajfürtjeit.
Ne menjen be halotthoz az egész idő alatt, amelyben az örökkévalónak szentelte magát. Ne tegye magát tisztátalanná se apjával, se anyjával, se fiú testvérével, se nőtestvérével, amikor meghalnak, mert Istennek szentelt haj van a fején. Nazírság egész idején az örökkévalónak legyen szentelve. Röviden ez a törvény. Ugye a Mózes negyedik könyve olyan esetről beszél, akár férfi, akár nő, akik egy bizonyos fogadalmat tesznek az Istennek, egy bizonyos fogadalmat tesznek az örökkévalónak, ami tulajdonképpen a Talmud azt magyarázza, hogy ez a fogadalom, ez egyfajta túlbuzgóság, ügybuzgóság, vagy inkább túlbuzgóság féle fogadalom. Ha valakinek nem elég, ha valamelyik zsidónak nem elég a Tóra 613 parancsolata, ugye a Tórának van 613 parancsolatunk, ebből 365 tiltó parancsolat, 248 cselekvő parancsolat, ha valakinek ez esetleg nem volna elég, akkor még magára vehet további szigorításokat, pontosabban amíg még állt a jeruzsálemi szentély, akkor lehetett ilyen féle fogadalmat tenni, úgynevezett nazír fogadalmat, hogyha valakinek nem voltak elegek ezek a parancsolatok, akkor a fogadalom ideje alatt, ugye nem halottal nem kerülhetett semmilyen, tehát nem lehetett egy fedélben egy halottal, míg a saját szülője vagy a testvére meghalt sem, lehetett vele egy fedél alatt, a nazír fogadalom ideje alatt, nem vághatta le a haját, nyírhatta meg a szakállát, és nem ihatott semmiféle bort, illetve szőlőből készült italt. Most ugye mindannyian tudjuk, hogy ezt úgy hívták, hogy nazír. Nazír, tehát nem összetévesztendő a Názárettel. Nazáret, Izraelben egy város a mai napig, Nazáret, ugye a keresztény megváltó onnan származik, ez Észak-Izraelben van, a Galilban, Galileában van egy város, nagyon szép város, az a neve, hogy Nazáret, vagy Názáret magyarul, de ez nem ugyan, ennek semmi köze nincsen a nazírhoz. A nazír az Z hanggal van héberül, nun, zain, jud, reis, a Nazáret pedig nun cadi, egy C hang van ott, nem pedig Z hang. Csak magyarul van Názáretnek mondva, de az valójában Nazáret. Héberül úgy is hívják a keresztényeket, hogy Nocrim, azaz akik názáretiek. Így hívják Nocrim, azok a keresztények. A nazír, azaz a fogadalom, amiről a Tóra beszél. Tehát a szentély idejében lehetősége volt arra valakinek, hogyha úgy érezte, hogy ő neki nem elegek a parancsolatok, hogy ők még közelebb akar kerülni Istenhez, még szentebb életet akar élni, akkor tovább magára vehetett további szigorításokat, úgyis, mint a hajának a nyírásának, vagy tartózkodása hajnyírástól, vagy tartózkodása borfogyasztástól, részegítő italtól, stb. A nazír fogadalmat, azt egy fix időre lehetett csak magára venni az embernek, tehát nem mondhatta azt, hogy mostantól örökké nazír vagyok, hanem egy fix időre lehetett magadra venni, egy hónapra, két hónapra, ilyesmi. Majd a nazír fogadalom után egy vétek áldozatot kellett hozni, miután letelt a nazír fogadalom ideje, egy vétek áldozatot kellett hozni a jeruzsálemi szentélyben. A Talmud rámutat arra, hogy fölteszi a logikus kérdést, hát hogy vétek áldozatokat kell hozni? Hát valaki magát olyan szenté akarja tenni, olyan közel akar kerülni Istenhez, hogy nem elég neki a 613 egyébként elég szigorú parancsolat, hanem még e fölé is vállal, és még további dolgoktól megtartóztatja magát a bortól, illetve a hajnyírástól. Hát ez ilyen szent dolog, hogy vétek áldozatot kell hozni. A Talmud rámutat arra, hogy pont ez a dolog lényege. Pont az a dolog lényege, hogy az örökkévaló Isten azt akarja, hogy a zsidók 613 parancsolatot tartsanak be. Nem 614-et, de nem is 612-t. Hogyha valaki többet akar csinálni annál, mint amennyi szükséges, az nem egy dicséretes dolog. Isten azért adta nekünk a világot, hogy élvezzük a világ dolgait, élvezzük azt, amit Isten a világban nekünk teremtett. Természetesen, ahogy mondani szoktam, minden élvezetet csak olyan zsidósan lehet csinálni. Ez azt jelenti, hogy nálunk a zsidóság nem tilt semmit, mindent lehet csinálni, csak a megfelelő módon. Nem tiltja a zsidóság azt, hogy az ember jókat egyen, csak kósert lehet enni, áldást kell mondani az étel előtt, áldást kell mondani az ételre utána, csak kóser ételt szabad fogyasztani, megvannak az étkezés törvényei, de a zsidóság nem mondja azt, hogy az ember legyen aszkéta és vonjon meg magától bármit. Nem mondja azt a zsidóság, hogy legyen az ember cölibátusban, hogy ne szexeljen például, azt viszont megmondja, hogy zsidó emberként hogy szexeljél, csak a feleségeddel, csak a férjeddel, a megfelelő időben, és így tovább ugye a házassági tisztaság törvényeinek megfelelő módon. Tehát, ahogy én szoktam fogalmazni, a zsidóság nem tilt semmit, hanem minden csak olyan zsidósan lehet csinálni.
Most akkor, hogyha valakinek ez nem volna elég, ha valaki még ennél is többet akar, azt mondja Isten, nem kell itten szorgoskodni. Ne vondd meg magadtól a világi élvezeteket, hanem élvezd a világi élvezeteket, viszont úgy, ahogy én parancsolom neked. Tehát, hogyha ilyen nazír fogadalmat teszel, akkor a végén bizony vétek áldozatot kell hozni. Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban. Talán a legismertebb nazír, akiről mindannyian hallottatok már, az Sámson volt. Ugye róla olvasunk a Bibliában, a Bírák könyvében, olvasunk Sámson történetéről, a hosszú hajáról. Azért volt Sámsonnak hosszú haja, mert ő bizony egy nazír volt. Tehát ha úgy tetszik, a világtörténelem talán leghíresebb ilyen nazír fogadalmat tett embere volt Sámson. Mózes 4. könyve, 6. fejezet 1-től 21. versig. Oké, utolsó kérdés. Azt kérdezi a kedves tanultársunk, Mózes első könyvében azt olvassuk, megteremtette Isten az embert, férfinak és nőnek teremtette őket, aztán Mózes első könyvében, második fejezetében azt olvassuk, mély álmot bocsájtott Ádámra, mármint Isten Ádámra, kivéve a bordájából, hogy is megalkotta a nőt. Kérdés, miből teremtetett Éva? Második kérdés, Ádám látta a dinoszauruszokat, mert mindennek ő adott nevét, Noé is nyilván vitt fel neked, mi a véleményed, kérdezi a tanultársunk, csak egy kicsit nehezen fogalmaz. Oké. Akkor erről többször volt szó, de hát, hogyha valaki nem hallotta. Amikor ugye úgy fogalmaz a Biblia, és ezért érdemes ugye a héber eredeti, ha van ám mód, a héber eredeti szöveghez fordulni, mert ugye a fordítások azok mindig csalnak, a fordítás az sosem pontos. Azt írja a héber szöveg, Zachar unekeiva bara otam, férfinak és nőnek teremtette őket. Az első ember, tehát, aki egy darab lény volt, egy darab egyed, ez egy kétnemű egyed volt, egy férfi egyed, egy hímnő egyed, egy hibrid lény. A Midrás, a Talmud el is meséli nekünk, hogy hogy nézett ki ez a hibrid lény. Kétféle verzió van a Talmudban. Az egyik verzió szerint ennek az embernek, ennek az első embernek, akit Isten teremtett, Ádámnak, ugye Ádám az héberül, abból a szóból származik, hogy Ádámá, Ádámá az azt jelenti, hogy föld, ugye Ádám az első ember, aki a földből teremtetett, ugyebár a bibliai történet szerint, tehát Ádám, ez a hibrid lény, a Talmud egyik véleménye szerint úgy nézett ki, hogy ez eleje férfi volt, a háta pedig nő, egy másik vélemény szerint két genitáliával rendelkezett, tehát ilyen androgonusz volt, kettős genitáliával rendelkezett, egy férfi genitáliával és egy női genitáliával is rendelkezett. Ez a hibrid lény, amit Isten először megteremtett, ez nagyon rövid ideig volt így önmagában, egymagában, néhány órát csak, mert a bűnbeesés, a teremtéshez képesti bűnbeesés, ugye amikor az emberpár, a már különválasztott emberpár evett a tiltott gyümölcsből, tehát a bűnhöz képesti, vagy a teremtéshez képesti bűnbeesés között összesen 6 óra telik el. Isten a 6. napon teremtette Ádámot, méghozzá délben, az első ember délben, akkor délután megtörténik ez a kettéválasztás, Isten kiveszi ebből a hibrid lényből, kiveszi az oldal bordájából, megalkotja a nőt, és majd utána esznek ebből a gyümölcsből, stb. Ismerjük a történetet. Este 6 órára, mielőtt bejön a sabát, este 6 órára már ki is üzetnek az édenkertből. Tehát az egész történet, amit olvasunk a Teremtés könyvében, ez rövid 6 óra leforgásának a története, az egész bűnbeesés, a kígyóval, meg a stb. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát volt egy hibrid egyed, ez volt Ádám, egy kettős nemű egyed, egy hím és nő egyed, egy ilyen kombinált egyed, akiből aztán Isten álmot bocsájtott Ádámra, és kivette Ádámból Évát. Hogy miből teremtetett Éva? Ádámból, ugyanabból, amiből Ádám. Miből teremtetett Ádám? A föld porából. Mi az, hogy a föld pora? Az, amit tudunk biológiából, ma is tudjuk biológiából, hogy az ember bizony, az embernek 70% a víz, nem tudom hány százalék a szén, meg magnézium, meg kalcium, meg kálium, ugyanabból állunk, természetben, a természetben megtalálható anyagokból áll az ember. Ugye ezt mindannyian tudjuk, és sokszor meséltem már, de most is elmondom, hogy néhány évvel ezelőtt megjelent egy nagyon érdekes cikk valamelyik folyóiratban, amiben tudósok kiszámolták, hogy mennyi az emberi test értéke
az alapján, a kémiai összetevők alapján, amit ismerünk. Tehát, hogyha van egy 80 kilós ember mondjuk, 70 kilós ember, akinek a 70% a víz, mennyibe kerül ennyi és ennyi liter víz, mennyibe kerül ennyi szén, magnézium, kalcium, stb. Tehát össze lehet rakni az ember kémiai, vagy fizikai, kémiai összetevőit, neki ki lehet számolni az értékét, és akkor ki fog jönni, hogy körülbelül, mint egy 100 dollár, tehát egy olyan 30-40 ezer forintot ér körülbelül az ember. De hát tudjuk, hogy az ember ennél sokkal többet ér, hiszen miért ér többet? Azért, mert az emberben van lélek, és a lélek az, ami igazán sokat ér, nem a hús. A hús az, ahogy mondtam, az annyit ér, amennyi a fizikai vagy a kémiai összetevők értéke. Tehát miből teremtette Isten Ádámot? A föld porából teremtette Isten Ádámot. Itt csak egy érdekességképpen megjegyzem, a Midrás, a Talmud arról is beszél, hogy hány éves volt az első ember, amikor Isten megteremtette, a legenda szerint 20 éves volt Ádám, mikor megteremtette Isten, tehát nem egy újszülött csecsemőt teremtett evidens módon, mégis egy új ember volt, de 20 évesnek nézett ki, annak dacára, hogy csak egy fél perccel ezelőtt lett megteremtve. Következő kérdés volt ugye, hogy Ádám látta a dinoszauruszokat, mert mindenkinek ő adott nevet, és Noé is nyilván vitt fel a bárkájára a dinoszauruszokat. A dinoszauruszokkal kapcsolatban eltér a rabbik véleménye, és nem most ér el, már nagyon-nagyon régen foglalkoztatta a rabbiket ez a kérdés, már a Talmud beszél olyasfajta állatokról, amiket nevezhetünk dinoszaurusznak. Ugye a híres állat, amely meg van említve a Teremtés könyvében, Mózes első könyvében, rögtön az első fejezetben meg van említve egy Tanin nevű állat, amely egy valamilyen óriás szörnyszerű állat volt, Taninnak hívják, a mai modern héberben krokodilnak, a krokodilt mondják Taninnak, de valójában ez nem krokodilt jelent, hanem egy annál sokkal nagyobb állatot, de olvasunk a Teremtés könyvében más nagy állatról is, amelyet fölvitt például Noé a bárkájára, az egyik ilyen állat az úgynevezett Re'eim, a Re'eim nevű állat, ezt a blogomban írtam is talán erről az állatról, meg a behemót, mint egy, ugye a behemót magyarul azt jelenti, hogy hatalmas, nem véletlenül, mert héber eredetű szó, ami abból a szó, héber szóból származik, hogy behemá, az állatot jelent, vagy barmot jelent. Na minden esetre voltak, az özönvíz előtt bizonyára voltak olyan lények, amelyek ma már nincsenek. Tehát ugye az özönvízben kipusztult a teljes állatvilág, a halakon kívül minden állat kipusztult, illetve azokon az állatokon kívül, amelyeket Noé magával vitt a bárkájára. Most viszont Noé nem minden állatot vitt magáról a bárkára. Például a Re'eim nevű állatot, amiről az előbb beszéltem, ugye a tanint azt nem kellett fölvenni a bárkára, mert ez egy vízi állat volt. A vízi állatok nem haltak meg az özönvíz során, ugye a halak sem, a vízi állatok sem. A tanin az így ilyen volt, ugye említettem ezt a hatalmas nagy valamilyen ilyen sárkányszerű állatot, mondjuk dinoszaurusz, vagy valami hasonló. És a Re'eim nevű... Közben Ács Laci azt írja, hogy a behemót a vízilovat jelölte. Hát vagy igen, vagy nem. Ugye? Hát azért ezt elég nehéz tudni, hogy csak azért, mert a mai modern héberben valamit használunk, az nem biztos, hogy ugyanaz. És igazából egyébként a behemótot nem használjuk, vagy nincs nem egy ilyen külön állatnév héberről, úgy mondják a vízilovat, hogy hippo, ugyanúgy, vagy hippopotám. Tehát a latin hippopotamus szóból származik, tehát ez már egy modern szó. Na mindegy is, a Re'eim nevű állatot a Talmud, vagy a Midrás, Talmud legendája szerint Mózes, vagy Noé olyan nagy volt ez az állat, hogy be se tudta vinni a bárkájába, hanem kívülre hozzá kötözte a hajóhoz ezt a Re'eim nevű állatot, és mindenféle problémák voltak ezzel az állattal, de most nem menjünk bele, itt lesz, hogy egy érdekes lenne egy blogbejegyzést egyszer írni erről. Tehát az is lehet, hogy a Noé özönvíz előtt léteztek például dinoszauruszok. Na most ugye a zsidóság azt vallja, hogy semmilyen tudományos tényfeltárás nem mond ellent a Tórának, nem mond ellent a Bibliának. Tehát a dinoszauruszok nagyon is reális, nagyon is valós dolgok. Ugye a héber időszámítás szerint ma 5782-t írunk, az özönvíz a teremtés után 5782-t, az emberteremtése után 5782-t, az özönvíz pedig 1636-ban volt, tehát egy kicsit több 4300 éve volt az özönvíz. Most persze mondhatnátok azt, hogy de hát ez hogy lehet? Hát a dinoszauruszok sok évmillióval korábban éltek, nem 4000 évvel korábban, hanem sok-sok évmillióval korábban. A válasz, erre több válasz lehetséges.
és több választ ad a zsidóság arra, több lehetséges magyarázatot ad a zsidóság arra, hogy hogy lehet az, hogy dinoszauruszok több millió évesek, mi zsidók meg mégiscsak azt mondjuk, hogy a világ, hogy az embert 5782 éve teremtette Isten. Az egyik lehetséges válasz, talán ez a legvalószínűbb, az, hogy a teremtés, erről sokat beszéltem, de még egyszer, hát ha valaki nem ismer, nem hallotta még, a teremtés első 4-3 napja biztosan, ugye Isten a napot és a holdat a negyedik napon teremtette, ezek azok az égitestek, amelyek alapján számítjuk az időt, tehát minden bizonnyal a teremtés első pár napja az nem 24 óra volt, hiszen még nem volt nap, mint égitest, amihez képest mérjük az időt. Ugye egy nap az annyi, amint a Föld a saját tengelye körül megfordul, tehát még mivel nem volt még nap, amihez képest lehetne mérni az időt, könnyen lehet, hogy az első pár napja a teremtésnek az nem is 24 óra volt, hanem akár évmilliók, akár évmilliárdok lehettek. Nincsen ebben semmilyen meglepő, nem mond ellent semmi, nem mond ellent annak, amit a Tóra ír. Azért itt szeretném csak csöndben megjegyezni, hogy az, hogy mondjuk a tudomány azt mondja, hogy a Föld mennyi idős, azért azt is érdemes egy kicsit, hogy mondjam, óvatosan kezelni, mert a tudomány folyamatosan változtatja az álláspontját többek között erről a dologról is. Amit ma gondolunk, az nem ugyanaz, mint amit gondoltunk mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, tehát azért azt ne vegyük még készpénznek, amit a tudományos folyóiratokban olvasunk, például arról, hogy hány éves az univerzum, vagy hány éves a világ. Nos, tehát ez tehát az egyik magyarázat. Van egy kabbalisztikus magyarázat is, amely azt mondja, hogy ez a világ, amelyben élünk, ez a hatodik világ, Isten már korábban 5 világot teremtett és el is pusztított, ugye ez magyarázat lehet arra, és ezt a kabala írja, tehát ez egy legalább 2000 éves könyvek írják ezeket a dolgokat, úgyhogy semmiképpen nem a modern tudományhoz igazítja a zsidó vallása az álláspontját. Már 2000 éve is arról írnak a rabbinikus könyvek, hogy volt ez a világ, amiben most élünk, ez a hatodik világ, előtte volt már 5 világ, amit Isten valamilyen okból elpusztított, ugye ez magyarázatot adhat esetleg a jégkorszakokra, vagy hogy lehet az, hogy a Földben találunk dinoszaurusz csontvázakat. A harmadik és szintén egy lehetséges magyarázat, ugye persze ezek a magyarázatok egyike se zárja ki a másikat, tehát lehet, hogy mindegyik magyarázat egyszerre igaz, tehát nem feltétlenül kell, hogy egyik vagy másik legyen igaz. Egy harmadik lehetséges magyarázat, ami szerintem nagyon fontos, azzal kapcsolatos, amit az előbb említettünk már, vagy említettem már Ádám és Éva összefüggésében. Az pedig az, hogy Isten, amikor megteremtette Ádámot, akkor egy 20 éves embert teremtett. Ugye, hogyha belegondoltok, és köszönöm Ács Lacinak, aki bekopiszta ide a kommentek közé azt a szócikkemet, vagy azt a blogbejegyzésemet, amit azzal kapcsolatban írtam, hogy volt-e Ádámnak köldöke, ugye egy érdekes fejtegetés, már a rabbinikus irodalom foglalkozik ezzel a kérdéssel, volt-e az első embernek köldöke? Ugye a köldök, az tipikusan egy olyan testrésze az embernek, amelyet csak annak hasznos, akit anya szült. Márpedig az első embert nem anya szülte, őt nem ember szülte, őt Isten teremtette. Ugye nem akarom lelőni a poént, hogy volt-e Ádámnak köldöke vagy sem. Ádámnak és Évának volt-e köldöke? Ezt nézzétek meg itt a lekvárisgem.blog.hu-n. Az egyik blogbejegyzésben. De ugye az is fölmerül kérdésként, hogy például ha az édenkertbe oda mentél volna, és ugye megteremti Isten az édenkertet, elvágsz egy fát, vajon amikor félbevágod a fát, annak a fának vannak-e évgyűrűi, vagy sem? Ugye? Mert Isten most teremtette a fát, ebben a percben teremtette, de mégis egy vastag tönkje van a fának, akár lehetne benne 60-80-100 évnyi évgyűrű. Tehát, hogyha ránéztél a fára, amit Isten abban a percben teremtett, ha ott lennénk most az édenkertben, ha én egy videókamerával fel tudnám venni azt, ami éppen történt, amikor Isten megteremtette a Földet, amikor letesz Isten egy fát, akkor vajon az a fa az milyen? Az hány éves? Hány évesnek néz ki, és hány éves valójában? Elmondom, hány éves valójában? Egy másodperc éves, nincs is kora, mert Isten egy fél másodperccel ezelőtt teremtette. Hány évesnek néz ki? 50, 100, 120, akárhány, sok évesnek néz ki. Tehát magyarul, sőt, ugye a hegységek is sokkal régebbinek néznek ki, csak úgy, mint az első ember. Ugye gondoljunk bele, ha Isten az első ember egy csecsemő, egy újszülött csecsemő lett volna, akkor rögtön éhen halt volna, hát nincsen anya, aki megetesse. Minden bizonnyal az első ember egy felnőtt ember volt, tehát, ahogy mondom, a Talmud szerint 20 éves, minden bizonnyal az első fa, amit Isten megteremtett, az egy idősnek kinéző fa volt, még akkor is, hogyha
hogyha nem volt egyébként idős, könnyen lehet, hogy a dinoszaurusz csontvázak, amelyek ott feküdtek a földben, azokat ugyanúgy Isten beleteremtette a földbe, ahogy beleteremtette a földbe a gyémántot, az aranyat, meg az ezüstöt, akár abból az okból, hogy ezzel próbára tegye az ember hitét, jó? De ez még egyszer, lehet, hogy az előző világokból származnak, mert hogy voltak korábban világok, lehet, hogy az év milliók alatt, ami a teremtés első pár napja volt, az év milliók vagy év milliárdok alatt voltak ilyen állatok, aztán kihaltak, és aztán még mindig megmarad a harmadik lehetőség, amely szerint a dinoszaurusz csontvázak körül sose volt lényeges dinoszaurusz, egyszerűen csak a csontvázok ott vannak a földben, mert Isten oda teremtette őket. Jó? Tehát mind a három magyarázat, az én személy szerint, meglátásom szerint mind a három magyarázat külön-külön is kielégítő, egyszerre pedig nagyon kielégítő, úgyhogy nem kell megijedni az ilyesmi dolgoktól, az embernek nem kell választania a tudomány és a Biblia között, mert a tudomány és a Biblia tökéletesen összeilleszthető egymással, nem mond ellen semmi egyik a másiknak, és mondom ezt úgy, hogy megismételve magamat azt mondom, hogy persze a különböző tudományos felfedezéseket azért mindig egy picit, hogy is mondjam, mindig egy picit feltételekkel, vagy mindig egy kis szkepszissel kell fogadni, hiszen a tudomány folyamatosan változik, a tudományos eredmények folyamatosan változnak, a hitünket nem igazítjuk az éppen aktuális, a legújabb, éppen aktuális tudományos felfedezéshez, mert a mi hitünk az sziklaszilárd függetlenül attól, hogy a tudomány éppen hol tart, és a tudomány azt nagyon helyesen, hogy végzi a dolgát, az a dolga, hogy megismertesse az Isten által teremtett világot, a mi feladatunk pedig az, hogy szintén megismerjük a tudomány által a teremtett világot, de úgy, hogy közben a hitünk a sziklaszilárd marad. Közben látom, az egyik tanulótársunk azt írja, Viktória, hogy a tyúk volt előbb. Igen, a tyúk volt előbb, mint a tojás. Ugye ez a klasszikus kérdés. Mert hiszen a tojás kiköltötte volna ki, ha nem lett volna tyúk. Tehát azt a tojás, ha Isten megteremti, az első tyúk, amit Isten teremt, az egy tojás lett volna, akkor az a tojás minden bizonnyal a meleg hián elpusztul. Tehát az első, tehát hogy arra a kérdés, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, a talmudi válasz, a rabbinikus válasz, ha úgy tetszik, az, hogy minden bizonnyal a tyúk előbb volt, mint a tojás, hiszen Isten, amikor egy tyúk megteremtett az első tyúkot, akkor egy kész felnőtt tyúkot teremtett, nem pedig egy tojást, vagy egy kis csibét, vagy valami hasonló. Kedves barátaim, vigyázzatok magatokra és egymásra, elrepült jó fél óra, úgyhogy elnézést, mert nem kell, holnap este viszont fogjuk folytatni. De azt hiszem, ezek érdekes, fontos és érdekes kérdések voltak. Holnapra is van kérdés, illetve azok is hasonlóan izgalmasak, illetve remélem, Isten adja, hogy holnap tudjuk folytatni tovább a Tánya című könyv 15. fejezetét. Én már várom, vigyázzatok magatokra és egymásra. Lájkoljátok, kövessétek ezt a Facebook oldalt, lájkoljátok légy szíves a Lekváris Jam nevű Instagram oldalamat, olvassátok a lekvarisjam.blog.hu-t, ahol több száz ehhez hasonló érdekes bejegyzést találhatok, lehet, hogy esetleg a kérdéseitekre ott már megvan a válasz. Vigyázzatok magatokra és egymásra, és hát persze, hogyha marad bennetek kérdés, légy szíves ezen a Facebook oldalon, külön üzenetben küldjétek el nekem, és a Teremtő úgy akarja, akkor arra is válaszolok. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget, holnap este 8-kor találkozunk.